A rendezvényen Sziveri János Pasztorál című hangoskönyvét, Sinkovics Péter Orfeum című regényét, valamint Szögi Csaba Rakjatok be a gumiszobába című kötetét mutatták be. A mai hármas találkozó apropója tulajdonképpen a Pasztorál című legújabb Sziveri kötet, amely a Vajdasági Magyar Művelődési Intézet kiadásában jelent meg. Tehát indult az egész, hogy aztán így alakult, hogy itt még három új Zetna kiadású kötet lett bemutatva, ennek csak örülhetünk, és ennek hiszem, hogy folytatás is lesz. A Sziveri kötet létrejöttében nagy szerepe volt a Veszprémi Sziveri János Intézetnek, Bakos Árpádnak, aki zenét szerzett a versekhez, Benes Józsefnek, aki az illusztrációkat és a fedőlapot készítette, valamint Beszédes Istvánnak, aki megtervezte a kötetet. A Pasztorál kötet Sziveri János kötete a Verzene sorozatunkban jelent meg. A sorozatunk az a Vajdasági Magyar Művelődési Intézet sorozatát jelenti, és ennek a harmadik kötetéről beszélünk tulajdonképpen. Hát azért jelent meg az idén, mert hogy Sziveri évfordulót ünnepelünk, hát azért annyira nem ünnepeltük, mint ahogy lehetett volna. A Sziveri János Művészeti Színpad és a Zetna együttműködése a kortárs irodalom népszerűsítése terén több mint egy évtizedet tart. Ennek köszönve mindig vannak helyszínek, ahova el lehet jutni az új kiadványokkal. Az idejében 26 beszélgetések a Vulkán alatt című rendezvény zajlott le, amelyekkel mi a kortárs irodalmat, főleg az Zetna termékeit, idei friss termését szeretnénk közelebb hozni az olvasóhoz. Az elmúlt hónapokban jártak Belgrádban, Budapesten, Doroszlón, Csókán és Zentán, mert mint mondják, így van értelme könyvkiadással foglalkozni. A mostani irodalmi esten jelen volt a két szerző is, Sinkovics Péter és Szögi Csaba.